A székesfehérvári Ikarus üzemben készülnek azok az elektromos autóbuszok, amelyek a város közösségi közlekedésében állnak majd forgalomba. Az üzemben a város számára készülő 12 elektromos autóbusz mellett jelenleg is számos megrendelőnek gyártanak járműveket. Az elektromos autóbusz bemutatásán részt vett többek közt Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Mészáros Attila alpolgármester, Tankó Zoltán az Ikarus Globál ZRT vezérigazgatója, valamint Törő Gábor és Varga Tamás országgyűlési képviselők. Természetesen a buszokhoz töltőállomás rendszer is tartozik, hiszen elektromos töltést igényelnek. Ez az elektromos töltés mintegy 300 kilométert jelent, ami ma körülbelül az az átlag, amire a szakemberek azt mondják, hogy ha 300 kilométert tud egy busz, akkor biztosan teljesíti a napot, és így végig tud csinálni egy műszakot. Természetesen a hagyományos dízelmeghajtású buszok is forgalomban haladnak, amíg el nem érjük azt, hogy több mint 60 busz, elektromos busz áll majd forgalomban. Ez a célunk. Az I-generációért Egyesület egy speciális hordágyat adományozott a Velencei Tavi Speciális Mentők Egyesületének, amelyet Pletcser Ádám az Egyesület elnöke adott át Balogh Miklósnak, az Egyesület vezetőjének. A Vitál Sportklub 3 kajakkal gazdagodott, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából került a klub fiatal versenyzőihez. Az adományozó ünnepségen ott voltak a Vitál Klub vezetői, Szipola Antal és Fidel László, az eseményt megtisztelte jelenlétével Fanándor a vitorlás legenda is. Az adományokat Varga Tamás országgyűlési képviselő adta át, aki köszöntőjében kiemelte, minden pillanat fontos, amely segítséget nyújt. Ez egy nagyszerű nap, olyan emberekkel lehettem itt együtt, akik az élet útjukkal bizonyították, hogy elkötelezettek, elhivatottak, és ha akartak valamit, a legvastagabb falon is átmentek Fidel Laci, Fanándor, a mentők, Szipola Tóni, aki ezt a klubot csinálja évek óta fáradhatatlanul, és velük együtt a gyerekek, akik a jövő reménységeit nekünk Fehérváron. A Velencei Tavi Sportért és Kultúráért Egyesület ötlete alapján 2021. októberében indult el a Kultfészek nevet viselő konzervatív rendezvénysorozat, amelynek sorrendben előbb Nógrádi György, a Védett Társadalom Alapítvány és Rákai Filip voltak az eddigi vendégei. Rövid, de alapos szervező munka után csütörtök este Bőte Csaba Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője tarthatott teltházas előadást a Gárdonyi Csukacsarnokban. Bőte Csaba előadása előtt elárulta, hogy többek közt mely témáról lesz szó az est folyamán. A békét meg lehet ölni, szabadságot el is lehet temetni, de az feltámad, és hisszük azt, hogy átdöfött szívvel is lehet szeretni. Hát erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy Jézus példájára mi is tudjunk feltámadni, újra kezdeni, egymást szeretettel üdvözölni. A koronavírus járvány felgyorsította az egészségügyi szektor online kommunikációjának fejlődését, fontos azonban összefoglalni a tapasztalatokat. Ezért tartottak előadást és workshopot a Titkok Házában. A technológiai újítások hatásai az Orvos-Beteg kapcsolatra című előadás során dr. Kovács Erika, a Hempál Országos Gyermekgyógyászati Intézet stratégiai és minőségügyi igazgatója azokat a tapasztalatokat foglalta össze, amelyek az elmúlt időszak technikai fejlődése során figyeltek meg. Arról is beszélt, hogy az újításoknak milyen globális hatásuk lesz az egészségügyi szektorra. A célja az előadásnak az, hogy egy nagyon pici szeletét az egészségügyi fejlesztéseknek bemutassa, elsősorban a távegészségügy, tehát az e-health vagy e-health lehetőségeit, és ezen belül pedig azt, hogy ezt az Európai Unión belül hogyan próbálják megvalósítani, illetve itt Magyarországon hol tartunk ebben, így a Covid-járvány után. Az Árpád-fürdő galériájában rendezték meg a Krajcáros Alapítvány szervezésében, az Ecsettel a Békért projekt keretében a Háborúban nem hallgatnak a múzsák című kiállítást. Németh István az alapítvány kurátora köszöntőjében kiemelte, hogy Törő Gergő tusrajzai egy olyan alkotói folyamat eredményei, amely hitelesen mutatja be az első nagy világégés katonáinak sorsát. Ezeken a tusrajzokon vannak emlékművek,
például Székelyudvarhelyről a 82-es ezzednek az emlékműve, de vannak hazai emlékművek is, például miskolci tízeseknek, illetve hát van fantáziakép is, például Römár kinézettel, egy fiatal gyerekkatona képe van ott legelül a falon, abban a sorokkal, hogy el vagyunk veszve. Ha valaki szeretné elsajátítani és megtanulni a faesztergálás alapjait, az csak gyakorlás kérdése, vagy a Köpfjenő a magyar faesztergálás művészetének székesfehérvári ikonja. Ennek tükrében hirdették meg azt a tanfolyamot, amelynek keretében a jelentkezők a Gárdonyi Géza művelődési házban sajátíthatják el a faesztergályozás mesterfogásait. Köpfjenő és az Egyesület a tanfolyamon tanító tagjainak vállalása, hogy megismertesse a résztvevőket a miértekkel, amely a szakmai fejlődés alapvetése és a későbbi alkotói tevékenység záloga. Korábban is szerveztünk egy ilyen baráti találkozókat, és volt egy kiállításunk itt a Gárdonyi Géza művelődési ház szervezésében, és akkor az igazgatónő felajánlotta, hogy ad egy ilyen kis területet nekünk, és nagyon szívesen látnának egy ilyen folyamatos esztergályos kurzus tartásra, és a Magyar Faesztergályos Egyesület és a MART Egyesület gondozásában sikerült ezt megszerveznünk. Várakozáson felül 30-nál több jelentkező volt. A Fejér megyei kézművesek egyesülete is megrendezte a Rácz utcában az Európai Művészet és Kézművesség napjai program keretében Kezeink dicsérete címmel azt a találkozót, amely otthont és lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy szakemberek segítségével elmélyülhessenek a népi kézművesség egyedülálló világában. A kézműves alkotói napon számos mesterség rejtelmeibe tekinthettek a népi kultúra iránt érdeklődők, megismerhetik az alkotás örömét, olyan használati tárgyakat készíthettek, amelyek az adott tevékenységre emlékeztetik majd a résztvevőket a visszatérés reményében. Mivel ez a nap a Kezeink dicsérete címet is viseli, hát mi csupa olyan dolgot mutatunk be, ami kézművességhez kapcsolódik. Ebbe a digitalizált, robotizált világba mi a másik oldalt képviseljük, és itt nagyon sok kézműves tevékenység bemutatásra kerül, sőt nem csak bemutatásra, hanem odaülnek, lehet varni, faragni, papírt hajtogatni, és még sok minden egyéb más dolgot készíteni. A Tolnai úti könyvtárban immár hagyomány, hogy jeles ünnepeink előtt különböző alkotásokkal köszöntik a jeles napot. Az olvasók elmélyedve a különböző művészetekben, egyedi tárgyakkal, ötletes kiegészítőkkel mutatják meg kötődésüket a maradandó szépség oltárán. Nem volt ez másként most a húsvét előtti időszakban sem. A tavaszi zsongásban a könyvbarátok kreativitásukat bizonyítva hozták el kivételes látásmódról tanúskodó tárgyaikat a Tolnai utcába. Valóban hagyomány, hogy ünnepek előtt, karácsony vagy húsvét előtt az olvasókat megkérjük arra, hogy saját készítésű alkotást hozzon. Azért is, hogy a többi olvasó vagy érdeklődő is meg tudja tekinteni. Nálunk az is hagyomány, hogy általában egy hónapban egyszer van kézműves foglalkozás. Nagyon szépen működik, egymást tanítják az olvasók a különböző technikákra. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház számos programmal készült az érdeklődők számára szombat délelőtt. A kisgyermekes családokat játékos és élményfoglalkozások, tojásfa és koszorú készítés várta. A fiatalok a Beszélj bátran címet viselő előadáson vehettek részt, melynek lényege, hogy minél jobban ki tudják fejezni magukat szóban, bármilyen élethelyzetben. A Fürge Ujjak Klub pedig ismét közös horgolást szervezett a Szent György Kórházban született beteg és koraszülött gyermekekért. Nagyon-nagyon fontos küldetésük van, beteg gyermekeknek horgolnak olyan kis játékeszközöket, amelyeket nagyon-nagyon könnyű megmarkolni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tehát itt olyan eszközök készülnek, ami valóban a pici babáknak. Ez azért nagyon jó, mert ugye ezek általában ugye kézzel foghatóak, és a gyerekeknél nagyon-nagyon fontos a finom motorika fejlesztése érdekében, hogy azok a picikek is idegvégződések legyenek stimulálva, amelyek nagyon fontosak egyébként a fejlődésnél.